Jubileumok könyve, 11. fejezet És a 35. jubileum harmadik hetében, az első évben Reu feleséget vett magához, akinek neve Ora volt. Úrnak keszett fiának lánya, aki fiút szült neki, és akit Szerúgnak nevezett, ennek a jubileumnak első hetének hetedik évében. És Noé fiai háborúzni kezdtek egymással. Egymást fogjulejtették és lemészárolták és embervért ontottak a földön, és vért ettek. És erős városokat építettek, falakat, tornyokat, és egyesek kezdték felmagasztalni magukat a nemzet fölé, és királyságokat alapítottak, és háborúba mentek, ember ember ellen, nemzet nemzet ellen, és város város ellen és mindannyian kezdtek gonosz cselekedni, és fegyvereket szereztek, és az ő fiaikat háborúzásra tanították, és kezdtek elfoglalni városokat, és eladni férfi és asszony rabszolgákat. És úr, keszed fia építette fel a káldok araját, ami saját nevéről és apja nevéről neveztetett el és készítettek maguknak öntött képeket, és imádták a bálványt, az öntött képet, amelyet készítettek maguknak, és elkezdtek faragott képeket készíteni, tisztátalan bálványképet, és ennek a bűnnek és tisztátalanságnak az elkövetésére a gonosz szellemek segítették, és csábították őket. És a fejedelem azon munkálkodott, hogy mindezt véghez vigye, és kiküldött más szellemeket, amelyek neki engedelmeskedtek, hogy mindenféle gonosságot bűnt és védket tegyenek, hogy megrontsanak, pusztítsanak és töltsék be a földet vérrá. Emiatt hívta Reu Serok nevét Szerugnak, mert akkoriban mindenki bűnre és mindenféle gonoszságra adta magát és a fiú felnőtt, és a káldok úrjában lakott, közel a felesége anyjának apjához, és imádta a bálványokat, és feleséget vett magához a 36. jubileum 5. évhetének első évében. és felesége neve Melka volt, Kábernek, atya fivérének lánya. És ő szülte neki Náhort, ennek az évhétnek első évében, és felnövekedett a káldok úrjában, és apja megtanította a káldok ismereteire a varázslatokra és a mennyek jeleiből történő jövendőlésre. És a 37. jubileumnak a hatodik évhetében feleséget vett magához, akinek neve Iaszka volt, a káldok közül való nesztágnak a lánya. És az megszülte neki Terát ennek az évhétnek a hetedik évében. Masztém a fejedelem pedig hollókat és madarakat küldött, hogy falják fel a magot, amely a földbe vettetett, azért, hogy elpusztítja a földet és meglopja az emberek gyermekeit munkáik eredményétől. Mielőtt beszánthatták volna a magokat, a hollók felkapkodták azt a földről. Ezoknál fogva nevezte Náhor az ő nevét Terának, mert a hollók és a madarak nyomorba és szűkölködésbe taszították őket, és felfalták magvaikat. És azok az évek meddők voltak a madarak miatt, akik felfalták a fák összes gyümölcsét, amelyek a fákon voltak, és azokban a napokban csak nagy nehézség árán tudtak megmenteni egy keveset a föld minden gyümölcséből. És ebben a 39. jubileumban, a második évhétnek első évében, Terá feleséget vett magához, akinek neve Edna volt, Ábrámnak lányát, az atya lány testvérének lányát. És ennek az évhétnek a hetedik évében fiút szült neki, akinek az Ábrám nevet adta az ő anyja apjának neve után, mert az meghalt mielőtt a lánya teherbe esett a fiúval. És ez a gyermek kezdte megérteni a föld vétkeit, hogy mindannyian eltévejektek a faragott képeket imádva és a tisztátalanságokba esve, és apja megtanította őt az írásra, és miután élete második évhetét betöltötte, akkor elkülönítette magát apjától, hogy ne imádja vele a bálványokat és a mindenek teremtőjéhez kezdett imádkozni, hogy az óvja meg őt az emberek gyermekeinek védkeitől, és hogy ne legyen része a gonoszság szerinti hibákba és tisztátalanságokba esés sorsa. És amikor feljött a magvetés ideje, hogy elvessék a magokat a földbe, mind kimentek együtt, hogy megvédjék a magokat a hollóktól, és Ábrám is kiment velük, és a fiú tizennégy éves volt és egy egész fellegnyi holló jött, hogy felfajja magukat, és Ábrám eléjük futott, hogy találkozzon velük, mielőtt a földre szállnak. És mielőtt leszálltak volna a földre, és felfalták volna a magokat, kiabált nekik mondván, ne szálljatok le, térjetek vissza oda, ahonnan jöttetek. És azok visszatértek. És ő miatt a hollók felhője, Hetvenszer fordult vissza aznap, és az összes holló közül egyetlen egy sem szállt le a földek egész területén, ahol csak Ábrám megjelent és mindazok, akik a földeken vele voltak, látták őt kiáltozni, és látták, hogy minden holló visszafordult, és neve nagyjá lett a káldok egész földjén. Abban az évben mindenki, aki vetni szeretett volna, hozzáment, és velük ment, amíg a vetés ideje tartott. Így bevetették a földjeiket, és abban az évben elég gabonát gyűjtöttek házaikba, és ettek és megelégettek és az ötödik évhét első évében Ábrám segített azoknak, akik az ökrök szerszámait készítették, a fafaragó ácsmestereknek, és csináltak egy tartóedényt fából a föld fölé az eke alvázával szemben azért, hogy a gabona arra kerüljön és onnan essenek le a magvak az ekevasak közé, így elrejtődve a földben, és többi nem kellett félni a hollóktól. És ezen a módon készítettek vetőgépeket a földön minden eke szerkezetéhez, és bevetették és felszántották az összes földeket aképpen, ahogy Ábrám megadta nekik, és többé nem féltek a madaraktól. 12. fejezet És történt a hatodik évhétben, annak a hetedik évében, hogy Ábrám szólott Terához, atyához mondván, Apám, és az mondta, íme itt vagyok, fiam, és mondta, mit segítettek nekünk, és mit nyertünk ezektől a báványoktól, amelyeket imádsz, és amelyeknek tisztességet adsz, melyek előtt leborulsz, mivel szellem nincs bennük, néma alakok és a szív félrevezetői, ne imád őket. Az egek elohimját imád, aki esőt ad és harmatot, ami leszáll a földre, és mindent ő cselekszik a földön, és mindent teremtett az ő szavával, és minden élet tőle van. Miért imádsz olyan dolgokat, amelyekben nincs szellem? Hiszen ezek emberi kezek munkái. A vállaidon tudod vinni őket, és nem tudnak neked segíteni, hanem mélységes szégyenre vannak késztetőiknek, és szívük félrevezetője azoknak, akik imádják őket. Ne imádd azokat! Erre az apja azt mondta neki, ezt én is tudom, fiam, de mit tehetnék azok ellen, akik rávesznek, hogy előttük báványok előtt szolgáljak. Ha elmondom nekik az igazságot, megölnek engem, mert ragaszkodik a lelkük ahhoz, hogy imádják és megbecsüljék azokat. marad csendben, fiam, nehogy megöljenek téged. Ezeket a szavakat elmondta a két fi testvérének, és megharagudtak rá, és csöndben maradt. A 40. jubileum alatt a második évhétben, annak hetedik évében Ábrám magához vette a feleségét, akinek neve Sárai, apjának lányát és a felesége lett. Hárán a Fitestvére feleséget vett magának a harmadik évhét harmadik évében, és fiút szült ennek az évhétnek a hetedik évében, és lótnak nevezték. És nákor is Fitestvére feleséget vett magának. És Ábrám életének hatvanadik évében, a negyedik évhétben, annak negyedik évében Ábrám felkelt éjszaka, és felgyújtotta a báványok házát, és elégetett mindent, ami a házban volt. És egyetlen ember sem tudott róla. És azok felkeltek éjjel, és megpróbálták megmenteni az isteneiket a tűz közepéből. Hárán sietett, hogy megmentse azokat, de a lángok körülvették, és megégett a tűzben, és meghalt a Káldok úrjában, Terá apja előtt, és eltemették úrban a Káldok városában. És Terá kivonult a Káldeai úrból, ő és fiai, hogy Libanon és Kánaán földjére menjen, és letelepedett hárámban, és Ábrám terával, apjával lakott hárámban két év hétig. A hatodik év hétben, annak ötödik évében Ábrám egész éjszaka virrasztott a hetedik hónap újholdján, azért, hogy megfigyelje a csillagokat estétől reggelig, azért, hogy megtudja, milyen lesz az év az esők szempontjából, és egyedül virrasztott és figyelt. És egy gondolat jutott a szívébe, és mondta. A csillagok összes jelei és a hold jelei és a napi jahua kezében vannak. Miért akarom kikutatni azokat? Ha úgy kívánja esőt, fakaszt reggel és este, és ha úgy akarja, visszatartja. És mindenek az ő kezében vannak. És imádkozott azon az éjszakán mondván, Elohim, mindenható Elohim, egyedül te vagy az én Elohimom. És téged és a te uralmadat választottam. Te alkottál mindent, és minden a te kezed munkája. Mencs ki engem a gonosz szellemek kezéből, amelyek uralkodnak az emberek szívének gondolatai fölött, és ne engedd meg nekik, hogy félrevezessenek tőled, Elohimom. És had legyek a tiéd én és az én magom örökre, hogy soha ne járjunk tévúton mostantól fogva mindörökké. És azt mondta, visszatérjek -e a káldeai úrba azokhoz, akik felkerestek, hogy térjek vissza hozzájuk, vagy maradjak ezen a helyen? Mutasd meg, melyik út helyes te előtted, add a te szolgát kezébe, hogy beteljesítse azt, és hogy ne járjak a szívem családságában, ó Elohim! És mikor befejezte a beszédét és imádságát, íme Jahua szava elküldetett hozzá rajtam keresztül mondván. Menj ki a te földedből és a te rokonságodból és atyád házából a földre, amelyet mutatok neked, és nagy és számos néppé teszlek téged és megáldalak téged, és nagyját eszem neved, és áldott leszel a földön, és benned megáldatik a föld minden családja, és megáldom azokat, akik megáldanak, és megátkozom, akik megátkoznak. És elohímod leszek neked és fiaidnak, és fiaid fiainak, és minden magodnak, ne félj mostantól fogva, és a föld minden nemzedékében én vagyok elohímod. Jehua Elohim pedig szólt, nyisd meg száját és füleit, hogy érthessen és szólhasson szájával azon a nyelven, amely fel lett fedve. Mert megszűnt az a nyelv az emberek minden fiainak szájából, bukásának napja óta. És megnyitottam száját, és füleit és ajkait, és elkezdtem vele héberül beszélni a teremtés nyelvén. Majd vette apái könyveit, és azok héber nyelven íródtak, és lemásolta azokat, majd attól kezdve elkezdte tanulmányozni azokat, és tudtára adtam, amit magától nem tudott megérteni, és a hat esős hónap alatt tanulmányozta azokat. És történt a hatodik évhét hetedik évében, hogy beszélt az apjával, és közölte, hogy elhagyja Háránt, hogy Kánaán földjére menjen, hogy megnézze azt, majd visszatérjen. Terá az ő atya pedig azt mondta neki, menj békével, az örökkévaló Elohim egyengesse utadat. Jahua legyen veled, és védjen meg minden gonosztól, és adjon neked kegyelmet, írgalmat és támogatást mindenki előtt, és az emberek fiai közül egy se vehessen erőt rajtad, hogy ártson neked, menj békével. És ha olyan földet találsz, amely kedves szemeid előtt a letelepedésre, akkor jöjj és vigyél el engem is magaddal, és vigyed lótot is magaddal, háránnak, testvérednek fiát, mintha saját fiad lenne. Jahua legyen veled. És náhor a testvéred velem marad, amíg visszatérsz békességgel, és akkor veled megyünk majd minnyájan. 13. fejezet Ábrám pedig elindult Háránból Kánoán földjére, és magával vitte sárait a feleségét, és lótot a testvérének Háránnak fiát és Assurhoz érkezett, és tovább haladt sekemig, és egy magas tölgynél letáborozott. És látta, hogy ímé az a föld nagyon kellemes volt, Hamad bejáratától a magas tölgyig. És Jahua így szólt hozzá, neked és magodnak adom ezt a földet. És épített ott egy oltárt, és égő áldozatot mutatott be azon Jahuának, aki megjelent neki. Majd onnan a hegy felé vette az irányt, nyugat felől Bétel és keletről Ái, és ott verte fel sátorát. És látta, hogy az a föld tágas és jó, és minden megtermett azon szőlők, fügék, gránátalmák, tölgyek és magyar, terebintusok és olajfák, cédrusok, ciprusok, datoják, a mező minden fáj, és a hegyekből víz fakadt. És áldotta Jahuát, aki kivezette a káldeabei úrból, és aki elhozta erre a földre és a hetedik évhét első évében, az első hónap új napján oltárt épített a hegyen, és segítségű hívta Jahua nevét mondván, Te az örökkivaló Elohim, vagy az én Elohimom. És égő áldozatot ajánlott fel az oltáron Jahuának, hogy vele legyen, és ne hagyja el egész életében. És elindult onnan, és déli irányban haladt, és Hebronhoz jutott, Hebron pedig akkor építették, és két évig lakott ott. Majd tovább ment onnan délföldjére, beállotthoz, és éjjénység volt azon a földön. Az évhét harmadik évében Ábrám Egyiptomba ment, és ott lakott öt évig, mielőtt a feleségét elvették tőle. Az egyiptomi Tánáisz abban az időben épült, hét évvel Hebron után. Történt pedig, hogy amikor a fáraó elvette sárait, Ábrám feleségét, Jahua lesújtotta a fáraóra és háza népére nagy dögvésszel sárai Ábrám felesége miatt. És Ábrám megáldatott gazdagon sok juhokkal, barmokkal, szamarakkal, lovakkal, tevékkel, szolgákkal, szolgálókkal, ezüsttel és aranyjal bőségesen. És Lót a testvérének fia is gazdag lett. A fáraó visszaadta sárait Ábrám feleségét, és elküldte Egyiptom földéről. És arra a helyre utaztak, ahol kezdetben felverték sátraikat az oltár helyére, keletről Áj és nyugat felől Bétel, és áldotta Jahuát az ő elohímját, aki visszahozta erre a helyre békében. A 40. jubileum első hetének harmadik évében történt, hogy visszatért erre a helyre, és égő áldozatot ajánlott fel, és segítségű hívta Jahúa nevét mondván: Te a magasságos Elohim, vagy az én Elohimom örökkön örökké. Ennek az évhétnek a negyedik évében lót elvált tőle, és Sodomába ment lakni, és a Sodomai férfiak kimagaslóan bűnösek voltak és bánkódott szívében, hogy testvérének a fia elválasztatott tőle, mert Ábrámnak nem voltak gyerekei. Abban az évben, amelyben Lótot fogjulájtették, Jahua szólt Ábrámnak, miután Lót elválasztatott tőle, ennek az évhétnek negyedik évében mondván, emelt fel szemeidet arról a helyről, ahol lakozol, északra és délre, nyugatra és keletre mert minden földet, amit látsz, neked és a temagodnak adok örökre, és olyanná teszem a te magod, mint a tenger homokja, hogy bár egy ember megszámlálhatja a föld porát, de a te magod megszámlálhatatlan lesz. Kej fel, járd be a földet hosszában és széltében, és tekints meg mindent, mert a te magodnak fogom adni azt. És elment Ábrán Hebronba, és ott lakozott. És ebben az évben eljött Kédor Laomer, Elám királya, és Ampráfel, Sinár királya, és Ariok, Szellaszár királya, és Tergá, a nemzetek királya, és levágták Gomora királyát, és Sodoma királya elmenekült, és sokan elestek sebek által a Siddin völgyében, a Sós tenger mellett és elfogták Sodomát és Ádámot és Zeboimot, és fogjulejtették Lótot, Ábrám testvérének fiát is és minden vagyonát, és Dánba mentek. És egy ember, aki megszökött, eljött Ábrámhoz, és elmondta, hogy testvérének fiát foggyul ejtették, és Ábrám felfegyverkezte házának szolgáit. Ábrámért és magjáért. Az első zsengék tizedét Jahuának adták, és Jahua elrendelte örökrendelésű, hogy adják azt a papoknak, akik szolgálnak ő előtte, hogy birtokolják azt örökké. És erre a törvényre nézve nincs a napoknak határa, mert ő elrendelte a nemzedékeknek örökké, hogy adjanak mindenből tizedet Jahuának, a magból, a borból, az olajból, a marhából és a júból. És adta azt papjainak örömmel, hogy egyenek és igyanak ő előtte. És Sodom a királya eljött Ábrámhoz, és meghajolt előtte, és mondá, mi urunk Ábrám, adnékünk az embereket, akiket kiszabadítottál, de a zsákmány legyen a tiéd. És Ábrám mondta neki, felemelem kezeimet a magasságos Elohimhoz, hogy egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, nehogy azt mondjad, én gazdagítottam meg Ábrámot. Semmi egyebet, csupán, amit a fiatal férfiak megettek, és ama férfiak részét, akik velem jöttek. Áner, Eskol és Mamré. Ezek vegyék el az ő részüket. 14. fejezet ezen dolgok után ennek az évhétnek a negyedik évében, a harmadik hónap újholdján, Jahua szava lőn Ábrámhoz egy álomban is mondá, ne félj Ábrám, én vagyok a te védelmeződ, és a te jutalmad igen bőséges lesz. És válaszolta, Adonai, Adonai, mit adnál nekem látván, hogy gyermek nélkül járok? És másek fia, szolgálom fia, a Damaszkuszbeli Eliézer, ő lesz az örökösöm, és nekem nem adtál magot. És mondá, Jahua, ez az ember nem lesz a te örökösöd, hanem aki a te saját ágyékodból fog kijönni, az lesz a te örökösöd. És kivivé őt, és mondá neki, nézz az ég felé, számold meg a csillagokat, ha képes vagy megszámolni. És Ábrám az égre nézett, és megpillantotta a csillagokat, és ő mondá neki, így lesz a te magod. És ő hit Jahuának, és tulajdonították neki igazságosságú. És monddál neki: Én vagyok Jahua, aki kihozott téged a káldok városából, úrból, hogy neked adjam a kánaániták földjét, hogy birtokoljad örökké, és elohímed leszek, és magodnak te utánad. És mondá Adonai, Adonai, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? És így szólt hozzá: Hozd nekem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét, egy háromesztendős juhot, egy gerlicét és egy galambot és elhozá ezeket mind a hónap közepén, és letelepedett mámra tölgyesénél, amely Hebron közelében van. És oltárt épített ott, és feláldozta mindezeket, és vérüket az oltára öntötte, és ketté hasította ezeket középen, és a két felet egymással átellenben fektette, de a madarakat nem hasította ketté. És madarak szálltak le a feldarabolt részekre, és Ábrám elüldözte őket, és nem engedte, hogy a madarak hozzájuk érjenek. És történt, mikor a nap lement, hogy elragadtatás fogta el Ábrámat, és lám, nagy sötétség iszonya jött rá, és így szóltak Ábrámhoz. Biztosan tudjad, hogy magod idegen lesz azon a földön, ami nem az övé, és fogságba fogják vinni, és nyomargatják őket négyszáz évig. És azon a nemzeten, akinél fogságban lesznek, szintén ítéletet teszek, és azt követően nagy vagyonnal fognak onnan kijönni és te elmégy atyáidhoz békességben, és eltemetnek jó örekkorban. de a negyedik generációban vissza fognak térni ide, mert az emoreusok bűnei még nem teljesek. És felébredt alvásából, és felkelt, és a nap már lement, és láng volt ott, és íme egy kemence füstölt, és a tűznek lángja áthaladt a részek között. És azon a napon Jahu a szövetséget kötött Ábrámmal mondván, a te magodnak fogom ezt a földet adni. Egyiptom folyójától a nagy folyóig, az Eufrátes folyóig, a Keneusokat, a Kenizeusokat, a Kadmoneusokat, a Perizeusokat, a Refaimot, a Fakoreusokat, a Hiveusokat, az Emoreusokat, a Kananeusokat, a Girgazeusokat és a Jebuzeusokat. És eltelt a nap, és Ábrám felajánlotta a részeket, a madarakat, a gyümölcs felajánlásaikat, az ital felajánlásaikat, és a tűz elnyelte ezeket. És azon a napon szövetséget kötöttünk Ábrámmal, hogy szövetséget kötöttünk Noéval ebben a hónapban, és Ábrám megújította magának az ünnepet és szertartást örökre szólóan. És Ábrám örvendezett, és mindezen dolgokat elmondta Szárainak feleségének, és hitte, hogy lesz magja, de Szárai nem esett teherbe, és Szárai tanácsolta férjét Ábrámot és mondánéki, menj be Hágárhoz az egyiptomi szolgálóhoz, talán magot szerzek neked ő általa. És Ábrám hallgatott feleségének Szárainak szavára és mondánéki, így legyen. És Szárai fogta Hágárt, szolgálóját, az egyiptomit, és adta Ábrámnak férjének feleségül. És Ábrám bement hozzá, és Hágár fogant és szült neki fiat, és Ábrám nevezte nevét Ismálnek, ennek az évhétnek az ötödik évében, és ez volt Ábrám életének 86. esztendeje. 15. fejezet És ennek a jubileumnak a negyedik évhetének ötödik évében, a harmadik hónapban, a hónap közepén Ábrám megünnepelte a gabonaratás első zsengéjének ünnepét és új terményeket ajánlott fel az oltáron a termés első zsengéit Jahuának, egy üszőt, egy kecskét és egy juhot az oltáron égő áldozatként Jahuának. Gyümölcs áldozataikat és ital áldozataikat ajánlotta fel tömjénnel az oltáron. És Jahua megjelent Ábrámnak és ki, én vagyok a mindenható Elohim, járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm szövetségemet köztem és közted, és felette igen megsokasítlak téged és Ábrám leborult arcára, és Elohim beszélt vele, és mondá, Íme rendelésem veled van, és sok nemzetnek apja leszel. Ne nevezzék a te többé Ábrámnak, hanem legyen ezentúl, és örökké Ábrahám, mert sok nemzetnek apjává tettelek téged. És igen nagyját eszlek, és nemzetek két eszlek, és királyok fognak tőled származni és megalapozom szövetségemet köztem és közted, és a te magodtal te utánad, nemzedékeiken át, örökké való szövetséggé teszem, hogy Elohímed legyek neked, és a te magodnak te utánad. A földet, ahol jövevény voltál Kánoán földjét, birtokolhatod majd örökké, és én leszek elohímük. És monddál el a Ábrahámnak, Te pedig őrizd meg szövetségemet, te is a te magod te utánad minden férfi körülmetéltessék közöttetek, és metéjétek körül a ti előbőrötöket, és örök szövetségnek jele legyen az, köztem és te közted. És a gyermeket a nyolcadik napon metéjétek körül, minden férfit a ti nemzedékeiteken át, aki a házatban született, vagy akit pénzért vásároltok, bármilyen idegentől, akit szereztek, de nem a te magodból való. Aki a házadban született, biztosan körülmetéltessék, és akiket pénzért vettél, körülmetéltessenek, és szövetségem legyen a ti húsotokban örökké való rendeletül. És a körülmetéletlen férfi, aki nincs körülmetélve előbőrének húsában a nyolcadik napon, az a lélek kivágassék népéből, mert megszegte szövetségemet. És Elohim mondá Ábrahámnak, a feleséget szárai ne legyen többé szárainak nevezve, hanem sára legyen neve és meg fogom áldani, és általa adok néked fiat, akit megáldok, és nemzetté lesz, és nemzetek királyai fognak tőle származni. És Ábrahám arcára borult, örvendezett és mondás szívében, vajon születhet egy gyermeke annak, aki száz éves, és kihordhatja e sára, aki kilencven éves. És mondta Ábrahám Elohimnak, ó, bárcsak csak Ismael élhetne előtted. És Elohim mondá, bizonyal, és sára szintén szülneked egy fiat és nevez nevét Izsáknak, és megerősítem szövetségemet ővele, örökkévaló való szövetségként, és magjának ő utána. És ismálért is meghallgattalak, és ímé e megáldom nagyját eszem, és felettébb megsokasítom, tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy nemzetté teszem. De szövetségemet Izsákkal hozom létre, akit sára fog néked szülni ezekben a napokban a következő évben és elvégzi a beszélgetését ő vele, és felment Elohim Ábrahámtól. És Ábrahám úgy tette, hogy Elohim mondá neki, és vevé Ismált fiát, és mindenkit, aki házában született, és akiket pénzén vett, minden férfit házában is körülmetélte előbőrük húsát. És ugyanazon a napon lett Ábrahám körülmetélve, és minden férfi házában, és mindenki, akit a pénzén vett az idegen gyermekétől, vele együtt lett körülmetélve. Ez a törvény minden nemzedékre áll örökké, és nincs körülmetélés más napon a nyolcadik nap előtt, és nem lehet kihagyni egy napot sem a nyolc napból, mert ez örökké való rendelet, mely elrendeltetett és feliratott a mennyei táblákra és minden élő ember, aki előbőrének húsa nincs körülmetélve a nyolcadik napon, az ilyen nem tartozik a szövetség gyermekeihez, amit Jahua kötött Ábrahámmal, hanem a pusztulás gyermekeihez. Sőt, nincs is rajta semmi el, hogy Jahuái, hanem pusztulásra és a földről való kiveszésre van rendelve, és a földből való kiírtásra, mert megszegte Jahua a mi Elohimunk szövetségét. Mert a jelenlét angyalai és a megszentelés angyalai is mindig lettek teremtve megalkottatásuk napjától fogva, és Elohim már a jelenlét angyalait és a megszentelés angyalait megelőzően megszentelte Izrált, hogy vele is az ő szent angyalaival legyenek majd együtt. És utasítsd Izrael gyermekeit, és tartsák meg ennek a szövetségnek jelét, nemzedékeikben örökké való rendeletként, és nem lesznek kiírtva a földről mert a parancsolat egy szövetségért lett elrendelve, hogy Izrael minden gyermekei között örökké megtartsák. Mert Ismált, fiait és testvéreit és Ézsaut nem mozotta magához Jahua. És pusztán amiatt, hogy ők Ábrahám gyermekei nem választotta ki őket, mert jól ismerte őket, hanem Izrált választotta, hogy népévé legyenek. És megszentelte és összegyűjtötte Izrált az emberek minden gyermekei közül, mert sok nemzet és sok nép van, és mindegyik az övé és mindegyik fölé hatalommal felruházott szellemeket helyezett, hogy eltérítsék azokat őtőle. De Izrael fölé nem jelölt ki egy ilyen angyalt vagy szellemet sem, mert egyedüli uralkodójuk, és megőrzi őket, és számon kéri őket angyalai és szellemei kezéből, és minden hatalmasságai kezéből, azért, hogy megőrizze őket, és megáldja őket, és hogy az övéi legyenek, és ő az övék legyen mostantól fogva örökké. És most kijelentem neked, hogy Izrael gyermekei nem maradnak majd igazak ebben a rendelésben, és nem fogják körülmetélni gyermekeiket e szerint a törvény szerint, mert körülmetélkedésük húsában elhagyják fiai körülmetélését, és mindannyian a beliár fiai körülmetéletlenül hagyják fiaikat úgy, ahogy azok megszülettek és nagy harag lesz Jahuától Izrael gyermekei ellen, mert elhagyták szövetségét, és elfordultak szavától, és ingerelték, és káromolták, mivel hogy nem tartották meg ennek a törvénynek a rendeletét. Mert úgy bántak tagjaikkal, testrészeikkel, mint az idegen pogány népek, így tehát eltöröltetnek és kiirtatnak a földről. És nem lesz több bűnbocsánat vagy megbocsátás számukra, ahogy kellene, hogy legyen megbocsátás vagy bűnbocsánat. Ennek az örökkévaló eltévejedésnek egyetlen bűnéért sem. Jubilómok könyve, 16. fejezet És a negyedik hónap újholdnapján megjelentünk Ábrahám előtt a Mamre tölgyénél. Beszéltünk vele és elmondtuk neki, hogy fia fog születni feleségétől Sárától. És Sára elnevette magát, mert meghallotta, hogy ezeket a szavakat szóltuk Ábrahámnak, és megdorgáltuk meg ilyet, és letagadta, hogy nevetett volna a szavaink hallatán. És megmondtuk neki fiának nevét, mivel neve el lett rendelve, és fel van írva a mennyei táblákon, azaz Izsák. És hogy egy adott időben, amikor visszatérünk hozzá, teherbe fog esni egy fiúval és ebben a hónapban Jahua végrehajtotta az ítéletét Sodomán, Gomorrán, valamint Zeboimon és Jordán egész vidékén, tűzzel és kénkővel égetve és pusztítva a városaikat mind a mai napig, ahogy kijelentettem neked minden tettüket, hogy gonoszak és felette bűnösek és bemocskolták magukat és paráznaságokat követtek el hústestükben, és tisztátalanságokat cselekedtek a földön és hasonló módon fogja Elohim végrehajtani ítéletét azokon a helyeken, ahol a szodomiták tisztátalansága szerint cselekesznek. Szodoma ítélete szerint. De Lótot megmentettük, mert Elohim megemlékezett Ábrahámról, és kiküldte Lótot a kárhoztatás közepéből. Majd Lót és a lányai védkeztek a földön, ahogy eddig senki az Ádám napjai óta, mert a férfi a lányaival állt és ime elletrendelve rendelve és felett írva minden magjára vonatkozóan a menyei táblákon, hogy el kell távolítani, ki kell gyomlálni őket, és a Sodoma ítéletéhez hasonló ítéletet kell végrehajtani rajtuk, és nem hagyni meg a férfi magjából semmit a földön az ítélet napjára. Ebben a hónapban Ábrahám elindult Hebronból, és Kádes és Súr vidékére érkezett és letelepedett a Gerár hegyén. Az ötödik hónap közepén pedig továbbment onnan, és a fogadalom kútján állakozott. Jehua pedig meglátogatta Sárát a hatodik hónap közepén, és megcselekedte, amit mondott, és az asszony fogant. És a harmadik hónapban, a hónap közepén fiat szült, abban az időben, amelyet Jehua mondott Ábrahámnak, az első termés ünnepén megszületett Izsák és Ábrahám körülmetélte fiát a nyolcadik napon. Izsák volt az első, aki annak a szövetségnek megfelelően lett körülmetélve, amely örök időkre el lett rendelve. A negyedik évhét hatodik évében eljöttünk Ábrahámhoz, a fogadalom kútjához, és megjelentünk előtte, ahogy Sárának is megmondtuk, hogy visszatérünk hozzá, és fiat fog foganni addigra. És visszatértünk a hetedik hónapban, és Sárát várandósan találtuk. És megáldottuk Ábrahámot, és kijelentettük neki mindazokat a dolgokat, amelyek ellettek rendelve felőle. Hogy nem lát halált, amíg nem nemz még hat fiút, és látni fogja őket, mielőtt meghal. De hogy Izsák fogja hordozni nevét és magját. És hogy minden fiának magva idegen lesz, és számláltatnak a pogányok közé, de Izsák fiai közül az egyik szent maggá lesz, és nem számláltatik majd a pogányok közé. Mert a magasságos sors részévé fog válni, és minden magja Elohim tulajdonává lett, hogy legyen az Jahuának az ő népe minden nemzet fölött, és hogy királysággá, papokká és szent nemzetté váljanak. És tettük a dolgunkat, és kijelentettük Sárának mindazt, amit Ábrahámnak elmondtunk, és mindketten újjongtak túláradó hatalmas örömmel. Ábrahám pedig oltárt épített Jahuának, aki megmentette őt, és aki örvendezővé tette tartózkodás a földjén, és ünnepelt örömmel abban a hónapban hét napon át, az oltár mellett, amelyet a fogadalom kútjánál épített és lomsátrakat készített magának és szolgáinak ezen az ünnepen, és ő volt az első a földön, aki megünnepelte a sátorok ünnepét. És ez alatt a hét nap alatt minden nap égő áldozatot vitt az oltárhoz Jahuának. Két ökröt, két kost, hét bárányt, egy bakkecskét engesztelő áldozatú, hogy vezekeljen az által saját magáért és magjáért. És hála áldozatként hét kost, hét gidát, hét bárányt és hét bakkecskét, és gyümölcs áldozataikat és ital áldozataikat. és azok minden kövérjét elégette az oltáron, választott áldozatként Jahuának jó illatú. Reggel és este pedig illatos jó illatú anyagokat füstölte el. Tömjént és galbánt, staktét, nárdust és mirhát, fűszereket, kostumt, összesen hétfélét ajánlott fel, tört és kevert össze egyenlő arányban és tisztán és hét napon keresztül ünnepelte ezt az ünnepet teljes szívéből és egész lelkével örvendezve, és ő vele mindazok, akik a házában voltak, és idegenek nem voltak vele, sem senki, aki ne lett volna körülmetélve. És áldotta a teremtőjét, aki alkotta őt a nemzedékében, mivel jó kedve szerint teremtette. És mert ő tudta és előre látta, hogy belőle hajt ki majd az igazságosság sarja az örökkévaló nemzedékekben, és belőle szent Max származik, amely ahhoz hasonlóvá fog válni, aki mindeneket alkotott. És hálát adott és örvendezett, és elnevezte ezt az ünnepet Jahua ünnepének, mint olyan örömet, mely elfogadható a magasságos Elohim előtt. Mi pedig megáldottuk örökre szólóan, és minden magját ő utána a föld minden nemzedékében, mert megünnepelte ezt az ünnepet annak rendelt idejében, a mennyei táblák tanúságának megfelelően annak okáért el lett rendelve a mennyei táblákon Izrállel kapcsolatban, hogy ünnepeljék a lombsátrak ünnepét hét napon át örömmel, a hetedik hónapban, elfogadhatóan Jahua előtt. Törvényez minden nemzedékük számára, minden évre vonatkozóan. És ezt illetően nincs időhatár, mert örök időkre parancsolat ez Izrál számára, hogy ünnepeljék meg és lakjanak sátrakban, Tegyenek koszorúkat a fejükre, és vegyenek leveles ágakat és fűszfát a patak mellől. Ábrahám pedig páma ágakat vett és csinosfák gyümölcsét, és minden reggel körbejárta az oltárt az ágakkal hétszer, és örömmel dicsérte és hálákat adott Elohimnak mindenért. 17. fejezet A jubileum ötödik évhetének első évében Izsák ellett választva és Ábrahám nagy lakomát készített a harmadik hónapban azon a napon, mikor fia Izsák el lett választva. És Izmál az egyiptomi hágár fia, Ábrahám apja előtt volt azon a helyen, és Ábrahám örvendezett és áldotta Elohimot, mert megláthatta fiait, és nem halt meg gyermektelenül. És megemlékezett szavaira, melyeket mondott neki azon a napon, amelyen lót elvált tőle, és örvendezett, mert Jahua magot adott neki a földön hogy legyen örököse, és teli szájjal áldotta mindenek teremtőjét. És Sára látta Ismált játszani, táncolni, és Ábrahám örvendezését nagy örömmel, és féltékeny lett Ismára, és mondta Ábrahámnak, üzd el ezt a szolgálót és a fiát, mert ennek a szolgálónak fia nem lesz örökös fiammal, Izsákkal. És ez a dolog nehéz volt Ábrahám szemében, szolgálója és fia miatt, hogy elküldje őket magától. Elohim pedig szólt Ábrahámnak, ne legyen nehéz a gyermek és a szolgáló dolga szemeid előtt mindenben, amit sára mondott neked, hallgass szavaira és cseleked meg, mert izsákban neveztetik a te magod. De ami ennek a szolgálónak a fiát illeti nagy néppét eszem, mert leszármazottad. És Ábrahám korán felkelt reggel, és vett kenyeret és egy tömlő vizet, és hágár és fia vállára tette és elküldte őket. Az pedig elindult, és beérsebb a pusztájában vándorolt, és a tömlőben lévő víz elfogyott, és a gyermek szomjazott, és nem volt képes tovább menni, és összeesett. És az anyja letette, és otthagyta egy olívafa alatt, és távolabb ment, és leült vele szembe, egy nyírlövésnyi távolságban, mert azt mondta magában, ne lássam a gyermekem halálát, és ültében sírni kezdett. Elohim egyik angyala a szentek közül egy, szólt hozzá mondván, miért sírsz hágár? Felkávén vedd a gyermekedet, mert Elohim meghallotta a te hangodat, és rátekintett a gyermekre. És Hágár felnyitotta a szemét, és meglátott egy vízforrást, és odament, és megtöltötte tömlőjét vízzel, és inni adott a gyermeknek, és felkelt, és továbbment párán pusztája felé. És a gyermek felnövekedett, íjász lett, és Elohim volt vele, és az anyja feleséget vett neki Egyiptom lányai közül, az pedig fiút szült neki, és nevezték Nebájotnak. Mert Hágár ezt mondta, Jahua közel volt hozzám, amikor segítségül hívtam. És történt a hetedik évhétben, annak első évében, a jubileum első hónapjában, a hónap tizenkettedikén, hogy egy hang szólt az égben Ábrahámra vonatkozóan, hogy hűséges volt mindenben, amit Elohim mondott neki. És szerette Jehuát, és minden próbában hű maradt. És Masztéma fejedelem eljött, és szólt Elohim előtt mondván. Íme Ábrahám szereti fiát Izsákot, és minden másnál jobban gyönyörűséget talál benne. Utasítsd hát, hogy ajánlja fel az oltáron, mint égő áldozatot, és meglátod, hogy megcselekszie ezt a parancsolatot. És megtudod, hogy hűséges -e mindenben, amiben próbára teszed őt. Jehua pedig tudta, hogy Ábrahám hűséges maradt minden megpróbáltatásban, amikor megpróbált a hazája által és éhínséggel, a királyok vagyonával és ismét megpróbált a felesége által, amikor az elvétetett tőle. És a körülmetélkedéssel, és megpróbálta Ismál és Hágár szolgálója által, amikor elküldte őket. És mindenben, amiben Elohim megpróbáltatta, hűségesnek találtatott, és lelke nem volt türelmetlen, és nem késlekedett cselekedni akaratát, mert hűséges és jahuát szerető volt. 18. fejezet És Elohim szólt hozzá, Ábrahám, Ábrahám, és szól, íme itt vagyok, és Elohim mondta, Vedd a te kedves fiadat, akit szeretsz, Izsákot, és menj egy magas helyre, és áldozz fel az egyik hegyen, amelyet mutatok neked. És korán reggel felkelt és felnyergeltette szamarát, és magával vitte két emberét és izsákot a fiát, és fát hasogatott az égő áldozathoz, és háromnapi napi járóföldre ment, és meglátotta távolban egy helyet. És egy vízforráshoz jutottak, és azt mondta a férfiaknak, maradjatok ezen a helyen a szamárral, én és a fiú elmegyünk amoda, és miután imádkoztunk, visszatérünk hozzátok és vette az égő áldozathoz való fát, és tette Izsákra fiára, és a kezébe vette a tüzet és a kést, és együtt mentek arra a helyre. Izsák pedig szólt apjához, és mondta: Apám, és válaszolt: Itt vagyok, fiam. És mondta Izsák: Íme itt van a tűz és a kés és a fa, de hol van a bárány az áldozathoz, apám? Ábrahám válaszolt: Elohim majd gondoskodik magának bárányról az égő áldozathoz, fiam és közelebb értek Elohim hegyéhez. És mikor odaértek, oltárt épített, és rátette a fát, és megkötözte Izsákot, fiát, és az oltára tett farakás tetejére helyezte, és kinyújtotta a kezét, hogy vegye a kést, és levágja Izsákot, fiát. És ott álltam előtte, és masztém a fejedelem előtt, és Jahua szólt. Mond neki, hogy ne emelje fel kezét a fiúra, ne csináljon vele semmit, mert igazoltam én már, hogy féli Jahuát és kiáltottam neki az égből, és mondtam, Ábrahám, Ábrahám, és megrettentés szólt. Íme itt vagyok, és mondtam neki, Nemelt ne kezetet a fiúra, ne tégy vele semmit, mert most már megmutattam, hogy féled Jahuát, és hogy nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te első szülöttedet. És masztém a fejedelem megszégyenült, Ábrahám pedig felemelte a szemeit, és látta, íme egy kos fennakadt a szarvánál fogva, és odament, elhozta és felajánlotta égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet úgy nevezte, Jahua gondoskodott. Ezért mondják, hogy Jahua gondoskodó, és az a hely a Sion hegye. És Jahua nevén szólította Ábrahámot másodszor is az égből, azáltal, hogy bennünket megjelenésre késztetett előtte, hogy beszéljünk hozzá Jahua nevében. És mondta. Én magamra esküszöm, mondja Jahua, amiért ezt a dolgot megcselekedted, és nem tagadtad meg tőlem fiadat, a te szeretettedet, hogy megáldván megáldalak, és megsokasítva megsokasítom magod, mint a mennyek csillagai, és mint a tengerpart homokját, és magod bírni fogja ellenségei városait. És a temagodban áldott lesz a Föld minden nemzete, mert engedelmeskedtél a hangomnak, és mindeneknek megmutattam, hogy hűséges vagy hozzám mindenben, amit mondtam neked. Menj békével. És Ábrahám visszatért a férfiakhoz, és együtt felkerekedtek és beér sebába mentek, és Ábrahám a fogadalom kútjánás átorozott. És minden évben megünnepelte ezt az ünnepet, és Jahua ünnepének nevezte, és hét napon át örömmel ünnepelte, a hét napnak megfelelően, amelyeken elment, majd visszatért békességben. És e szerint van elrendelve és felírva a mennyei táblákon Izrára és magjára vonatkozóan az, hogy tartsák meg ezt az ünnepet hét napon, mint örömnek ünnepét. 19. fejezet és a 42. jubileum első évhetének első évében Ábrahám visszatért és letelepedett Hebronnal szemben, Kírját Árbánál két év hétig. És ennek a jubileumnak a harmadik évhetének első évében Sára életének ideje a végéhez ért, és meghalt Hebronban. És Ábrahám gyászolta és eltemette, és mi megpróbáltuk őt, hogy lássuk, hogy a szelleme türelmese, és nem volt zúgolódó szájának szavaiban, és türelmesnek találtuk ebben, és nem nyugtalankodott. Mert a szellem békességével beszélt het fiaival, abból a célból, hogy adjanak neki helyet, ahol halottját eltemetheti. És Jahu a kedvesítette mindazok előtt, akik látták, és szeliden kérlelte het fiait, és nekiadták a kettős barlang földjét Mamréval szemben Hebronban 400 ezüstért és kérlelték mondván, neked adjuk ingyen, de nem akarta kezükből ingyen elfogadni azt, és megadta a helynek árát, a teljes pénzösszeget. Meghajolt előttük kétszer, és ezután eltemette halottját a dupla barlangban. Sára életének ideje pedig 127 év volt, vagyis két jubileum, és négy év hét, és egy év. Ezek Sára élete éveinek napjai. Ez a tizedik próba, amelyben Ábrahám megpróbáltatott és hűségesnek találtatott, türelmesnek szellemében. És egy szót sem fűzött hozzá ahhoz a földjén terjedő szóbeszédhez, hogy ez az Elohim azt mondta, hogy ő neki adja azt, és magjának ő utána. Sőt, még halottja eltemetéséhez is csak könyörgött egy helyért, mivel hűségesnek találtatott és Elohim barátjaként jegyeztetett fel a mennyei táblákon és az ezt követő negyedik évben feleséget vett fiának, Izsáknak, és annak neve Rebeka volt. Betuél lánya, aki Náhornak, Ábrahám fi testvérének fia. Lábán nővére, és Betuél leánya. És Betuél Málka fia volt, aki Náhornak, Ábrahám testvérének volt a felesége. És Ábrahám egy harmadik feleséget vett magához, akinek Ketúra volt a neve, aki szolgáinak lányai közül való, mert Hágár már sára előtt meghalt. És Ketúra hat fiút szült neki. Ezek Zimram, Jóksan, Medan, Midian, Isbak és Sua két évhét leforgása alatt. A hatodik évhétben, annak második évében pedig Rebek a két fiat szült Izsáknak, Jákobot és Ézsaut, és Jákob sima és egyenes ember volt, Ézsau szenvedélyes, és a mezők embere is szőrös, és Jákob sátrakban lakott. És a fiatalok növekedtek, és Jákob megtanult írni. De Ézsau nem tanult, mert ő a mezők embere, és vadász ember volt, és hadakozást tanult, és minden cselekedete csupa vadság volt. És Ábrahám Jákobot szerette, de Izsák Ézsaut. És Ábrahám látta Ézsau cselekedeteit, és tudta, hogy Jákobban és magjában kell majd neveztetnie. És hívta Rebekát, és rendeléseket adott neki Jákobra vonatkozóan, mert tudta, hogy ő is jobban szereti Jákobot, mint Ézsaut. És Ábrahám mondta neki, lányom, vigyázz az én fiamra Jákobra, mert ő lesz majd helyemben a földön, és áldásként az ember fiai között, és sem minden magjának dicsőségére. Mert tudom, hogy Jahua kiválasztja majd, hogy tulajdon sors része legyen minden népek előtt, amelyek vannak a föld színén. És íme Izsák fiam Ézsaut szereti jobban, mint Jákobot, de látom, hogy te igazán szereted Jákobot. Legyen még bőségesebb a te kedvességed iránta, és szeretettel tarts rajta szemeidet, mert áldásá lesz nekünk a földön mostantól fogva a föld minden nemzedékeink keresztül. Legyen kezed erős, és örvendezzen a szíved fiatban Jákobban, mert jobban szerettem őt minden fiamnál. Ádott lesz örökké, és magja betölti az egész földet. Ha az ember meg tudja számlálni a föld homok szemeit, akkor tudhatja magját is megszámlálni. És minden áldás, amivel a megáldott engem és magomat, mindenkor Jákobhoz és magjához fog tartozni. És magjában áldatik meg nevem, és az én atyáim neve. Sem, Noé, Énok, Mahalál el. Énos, Szet és Ádám neve. És ezek szolgálni fognak, hogy lefektessék az egek alapjait, és hogy megerősítsék a földet, és megújítsanak minden világító testet, amely van az égen. És hívta Jákobot Rebekának, anyjának szemei előtt, megcsókolta és megáldotta mondván. Jákob szerelmes fiam, akit a lelkem szeret, áldjon meg Elohim odafentről az égből, és áldja áldásaidat neked, melyekkel megáldotta Ádámot, Énokot, Noét és Semet, és mindazt, amiről beszélt nekem, és mindazt, amit megígért nekem, és tartson meg téged és magodat örökké, amíg csak az ég napjai tartanak a föld felett. És masztém a szellemei nem fognak uralkodni rajtad vagy magod felett, hogy elfordítsanak Jahuától, aki a te Elohimod mostantól fogva mindörökre. És legyen Jahua Elohim a te atyád, és te elsőszülött fia neki, és az emberek számára örökké. Menj békével, fiam! És mindketten együtt eltávoztak Ábrahám színe elől. És Rebeka szerette Jákobot teljes szívéből és lelkéből, sokkal jobban, mint Ézsaut, de Izsák Ézsaut szerette jobban, mint Jákobot. 20. fejezet. És a 42. jubileumban, a 7. évhét első évében Ábrám magához hívta Izmát és annak 12 fiát, Izsákot és annak két fiát, Ketura hat fiát és fiaikat. És megparancsolta nekik, hogy tartsák meg Jahúa útjait, hogy igazságosan cselekedjenek, és mindegyik szeresse fele barátját, és ilyen módon viseljék magukat az emberek között, hogy mindannyian e szerint járjanak, és legyenek tekintettel másokra, hogy jogot és igazságosságot szolgáltassanak a Földön. Hogy körül kell metélniük fiaikat, annak a szövetségnek megfelelően, amit ő kötött velük, és ne hajoljanak se jobbra, se balra attól az úttól, amit Jahúa parancsolt nekünk, és hogy tartózkodjunk mindenféle paráznaságtól és tisztátalanságtól, és vessünk ki minden paráznaságot és tisztátalanságot magunk közül. És ha bármilyen nő vagy szolgáló paráznaságot követel köztetek, égettessék meg tűzzel, nehogy újra paráznaságot kövessenek el vele szemeiket és szívüket követve, és ne engedjétek, hogy Kánaán leányai közül vegyenek maguknak feleségeket, mert Kánaán magja gyökerestül kiirtatik majd a földről és beszélt nekik az óriások ítéletéről, és a sodomaiak ítéletéről, hogy gonoszságaik miatt lett rajtuk ítélet, és meghaltak a fajtalanságaik, tisztátalanságuk és közös romlottságuk miatt a paráznaságon keresztül. És őrizzétek meg magatokat minden paráznaságtól és tisztátalanságtól, és a bűn minden szennyétől, nehogy átkozottá tegyétek nevünket, és egész életetek gúny tárgyává legyen, és minden fiat kard martaléka, és elátkozott legyél, mint sodoma, és minden maradékod, mint gomora fiai. Kérlek titeket, fiaim, szeressétek az egek elohímját, és ragaszkodjatok minden ő parancsolataihoz, és ne járjatok bálványaik és tisztátalanságaik után. És ne csináljatok magatoknak öntött és faragott isteneket, mert hiába valóságok azok, és nincs bennük szellem mert emberi kezek munkái, és mindenki, aki azokban bízik, a semmiben bízik. Ne szolgáljátok őket, se ne imádjátok, hanem szolgáljátok a legmagasságosabb elohímet, és folytonosan imádjátok őt, és vágyódjatok orcája után mindig, és cselekedjetek egyenességet, és igazságosságot előtte, hogy örvendhessen felette, és neked adja könyörületét, és reggeli és esti esőt küldjön és megáldja minden munkádat, amelyen munkálkodsz a földön, és megáldja kenyeredet és vizedet, és megáldja méhed gyümölcsét és földet gyümölcsét, és marháid csordáját és juhaid nyáját. És áldására lesztek a földnek, és a föld minden nemzete vágyódik majd utánatok, és áldja fiaitokat nevemben, hogy épp oly áldottak legyenek, mint én. És ajándékokat adott Izmálnek és fiainak, és Ketúra fiainak, és elküldte őket távol fiától, Izsáktól, és mindenét Izsákra fiára hagyta. És Ismál és fiai, és Ketúra fiai, és azok fiai együtt mentek, és Párántól Babilon bejáratáig sátoroztak, mind az egész földön, amely kelet felé a sivataggal szemközt fekszik. És ezek egymással elvegyültek, és nevüket hívták araboknak, és izmálitáknak. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat ö, helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!